Szociológiai szempontból eléggé ismert és feldolgozott téma a punk, én most ezzel nem is szeretnék fárasztani senkit, hogy ilyen hosszú bevezetőt tartsak, viszont a médiával való kontextusa szerintem annál érdekesebb, úgyhogy két ikonikus zenekar példáján keresztül szeretném bemutatni a médiával való kapcsolatot. Az első a Sex Pistols Effektus címet kapta. Ugye a punk már kezdetektől a botrányra éhes média számára egy remek téma volt. Nem zenei szempontból közelítették meg a témát, hanem körülbelül mint ilyen cirkuszi bohócokra tekintettek a punkokra, és hozzá még csatoltak egy ilyen félelemkeltő, veszélyes figurák attitűdöt. És így ültették át végül is ezt a szubkultúrát a populáris médiába, hogy a bulvárlapok is egyre többet foglalkoztak már a 70-es évek végén a punk jelenséggel. A Sex Pistolsnak az egész pályafutását végig kísérte a sajtónak a fokozott figyelme. Ugye volt, hogy turnéjuk is elmaradt már az előzetes média botrányok miatt, illetve a hangzatos szalagcímek és természetesen Malcolm McLaren a menedzser is olyan marketing fogásokkal élt, hogy a sajtó figyelmét mindig fent tudja tartani. Hogy valójában mi is volt a Sex Pistols, hogy egy média management termék, vagy pedig egy alulról építkező tömegmozgalom, vagy pedig, ahogy mondjuk csak Johnny Rotten állítja, hogy négy szerencsétlen kisgyerek elkezdett zenélni, és akaratlanul is beleírták magukat a zenetörténelembe. Hát igazából mindegy kicsit. Tehát a Sex Pistols egyszerre volt individualista és nihilista, forradalmian új és egyben zenei mélypont is. A hivalkodó amatőrizmusok és a csináld magad mozgalom kreativitása találkozott itt Malcolm McLarennek a zsenialitásával olyan szinten, hogy Malcolm McLaren mindvégig ugye szerette volna már a hírnevét megalapozni, ugye először a New York Dolls-nak a menedzsmentjével is foglalkozott Amerikában, hát ebben elég csúfosan belebukott, aztán Vivian Westwooddal egy boltot nyitottak ugye Angliában, ami a Sex Shop néven futott, és itt azon kívül, hogy borzalmas ruhákat árultak, a helyi ilyen lázadó arcoknak is egyfajta gyűjtőpont volt, és itt találkoztak a Sex Pistolsnak a tagjai, és Johnny Rottent is innen ismerte meg Malcolm McLaren, és kérte föl, hogy legyen az alakuló együttesnek az énekese. De ezek a fiatalok már sokkal azelőtt punkok voltak, mielőtt még bárki mondjuk ezt a címkét rájuk ragasztotta volna, tehát maga ez a öndefiniálás, ez nem jelentkezett még a Sex Pistolsnál.
Johnny Rottennek ugye van egy könyve, amiben leírja a Sex Pistolsnak az egész történetét. Szerintem minden, ami történt velük, abszolút ilyen ad-hoc jellegű volt, tehát semmi szerkesztettség vagy előre konstruált marketing gépezet nem segített nekik. Ehhez képest nagyon úgy tűnik, hogy Malcolm McLarennek ez egy abszolút kidolgozott terve volt, tehát hogyha veszük a Sex Pistolsnak a dizájnját, ugye ezek a kivágott betűkből összerakott feliratok, ezek ugye az emberrablók leveleit idézik, illetve a hírhet Bill Grandi tévéműsoros szereplés, ahol tehát alapul úgy küldte be a fiúkat, hogy hát itt azért jó lenne, hogyha kiviselkednétek magatokat, és ez a káosz marketing legvégül ugye Sid Vicious halálához is vezetett, hiszen senki nem próbálta meg megállítani ebben a drogos álmok futásában. Ez mindegyüttesen a Pistols mítosz kialakulásához vezetett, de egyben a punknak a kiüresedéséhez is, hiszen mára már bulvár végtermék és divatcikk is lányult gyakorlatilag, és az ellenkultúrából kultúra lett. Ezt ugye a Rotten idézet jól összefoglalja. A másik zenekar pedig a Green Day, ők ugye már abszolút média terméknek tekinthetők, az MTV Punknak gyakorlatilag egy ikonikus zenekara. Az MTV Punk, vagy a pop punk ugye jellemzően 90-es évekbeli műfaj, az ősének a Ramon zenekar tekintik, de gyakorlatilag az igazi diadalmenete a 90-es években Kaliforniából indult. Ez a Gilmore Street szórakozóhelynek köszönhetően. Innen indult az Operation Ivy, Green Day, illetve később az Offspring is. Hozzájuk csatlakozódott, illetve ennek a szintén aktív része volt a Maximum Rock'n'Roll magazin, illetve kiadó, illetve később a Bad Religion gitárosa, az Epitaph Records független kiadót is létrehozta, így már ennek a pop-punk, skate-punk műfajnak már saját kiadója is lett, az ugye nagyban elősegítette azt, hogy hamar mainstream-mé váljon ez a kultúra, majd ugye a csúcsa a 2000-es évek voltak, amikor is a Blink-182 vagy a Sum 41 végleg ugye populárissá vált, és ugye az MTV-ben, illetve a rádiókon, tévéműsorokban is már gyakran szerepeltek ezek a zenekarok. Ugye a legemblematikusabb zenekar a Green Day közülük, és itt is el lehet mondani, hogy természetesen ők is úgy alakultak, mint egy átlagos zenekar. Három fiú, akik elég rossz családi körülményekből jöttek, és a zenélésbe menekültek. És csak hogy ugye ez a kicsi klub, ahol ők éppen elkezdtek akkor játszani, a sulistársainknak, ez az előbb említett Gilman Street volt, tehát el lehet rólunk mondani, hogy jó időben voltak, jó helyen, hiszen pont ebben az időben fogott össze ez a szórakozó hely a Lookout kiadóval, illetve a Maximum Rock'n'Roll-el, így már a Green Day-nek elég hamar saját albuma is lett, és erős média támogatást élvezhettek színtéren belül. Ugye a nagy durranás nálunk a 94-es Dookie albummal volt, aminek a kiadását már megelőzte azt, hogy mind a Sony, mind a Graham, de aztán végül is ugye a Warner-t választották, és ezzel abszolút kiléptek már az undergroundból, hiszen egy nagy kiadóhoz szerződtek. Ugye automatikusan a Gilman Street-i underground közösség rögtön ki is tagadta, úgymond a Green Day-t ebből a közegből, és hát a mai napig nem lehet azért egy lapon említeni mondjuk akár a Pennywise-zal vagy a Bad Religion-nal, akik ugyanúgy ismert pop-punk csapatok, vagy ilyen skate-punk csapatok, de még sokkal inkább megmaradtak underground-nak. Ugye a Green Day olyan szinten be is kapcsolódott ebbe a mainstream kultúrába, hogy ugye egyrészt az MTV-nek állandó szereplői voltak, illetve részt vettek a Warped Touron is. A Warped Tour az eléggé jellemző a jelenlegi pop-punk szcénára, tehát ez egy olyan turnésorozat, ami először fogta össze azt, hogy a punk valójában összekapcsolódott ez a pop-punk stílus, ez akár az extrém sportokkal. Tehát itt a Warped Tournek a fő támogatója a Vans, ami ilyen extrém sportszereket gyárt, és gyakorlatilag már össze is kapcsolta a fejekben azt, hogy ez a fajta márkahűség függ össze a pop-punk életstílussal. Majd a
Green Day-t egyértelműen az American Idiot lemeze mentette át a 2000-es évekbe, amiben már kicsit stílust váltottak, hiszen már politikai felhangja is van már ennek az albumnak, ugye erősen bírálták a Bush kormányt. Jelenleg ugye a pop-punk stílus csendesebb korszakát éli, most ugye Green Day is várhat arra, hogy a Blink 182 talán a visszatérő lemezével kicsit felforgatja az állófizet, de továbbra is elmondható, hogy a pop-punk már abszolút a mainstream média kegyeit élvezi, viszont az underground szénában már egyáltalán nem tartják őket punknak. Hát ez ellen nyilatkozik mondjuk Billy Joe, aki ebben az idézetben megfogalmazza, hogy szerintem mi a punk, ugye ellenük gyakran elhangzik a mondat, hogy ők már nem is igazi punkok, hiszen eladták magukat, erre majd később vissza fogok térni a hitelesség során. Aztán a magyarországi punk mozgalom, itt sem szeretnék részletesebben kitérni a kialakulására, hiszen eléggé bőséges a szakirodalom, ezek közül azért nem ajánlom mindent, mert vannak eléggé szélsőséges írományok ugye még a rendszerváltás előtti időkből. Hát ugye mindenki számára ismert a 3T-s modell, ami az akkori kultúrpolitikára jellemző volt, és ugye a punk minden eddiginél erőteljesebb és nyílt a rendszer ellenesen volt, mint bármelyik más rockzenei mozgalom itt a Magyarországon. De pont az önszervező erők és önállóságunk miatt nagyon meg tudott szilárdulni itthon is a punk mozgalom. Viszont kicsit ellentétes a helyzet, hiszen a punk is az ellen lázadt, ami a fenntartását elősegíthette volna, hiszen egyetlen egy punk lemez sem lehetett ugye kiadni azokban az időkben, tehát ezek a felvételek elég rossz minőségűek voltak, illetve talán a Trotter Records volt az egyetlen, aki majd ugye később ki tudta adni ezeket a felvételeket, tehát ezek így közkézen forogtak, koncertfelvételek voltak, vagy pedig a zenekaroknak ilyen privát felvételei. A médiában is, a korabeli szakirodalomban is eléggé egysíkúan közelítettek meg a punk jelenséget, a munkásosztálybeli lecsúszott fiatalok, akiknek ez egyfajta deviáns viselkedésük, egyfajta múló szeszély, nem is kell vele foglalkozni, ugye minél jobban szerette volna eltusolni és úgymond a média ezt a jelenséget, hogy nehogy túlságosan nagy szimpátia éledjen fel az emberekben esetleg a rendszer ellenes fiatalok felé. Úgyhogy főleg a közönség nagy részéhez csak a koncepciós, pedig ugye itt a CPG, illetve a közellenség zenekar volt érintett, és a csirkedarálós incidens jutott el, ami ugye szintén a CPG koncerten történt. Viszont már a korabeli újságcikkekben is olvasható, amik a pánkokkal készült interjúkat ölelték föl, hogy már kezdett felhígulni akkor is a mozgalom, tehát valamilyen szinten divattá vált Magyarországon is a pánk. És itt a végén szintén az idézet, ami összefoglalja talán a leginkább az akkori punk mozgalomnak a jellemzőit. És akkor punkok az ezredforduló után, tehát így a jelenlegi helyzet, ugye online szintre megjelenésével az egész csináld magad mozgalom kapott egy újabb löketet, hiszen mind a zenekarok, mind pedig a közösségek aktívan részt vehettek abban, hogy a punk kultúráról értekezzenek, véleményt nyilvánítsanak, ugye zenék cserélgetésével, blogokon, illetve fórumokon tudtak egymással beszélgetni. Ez egyfajta önreprezentáció lehetőségeit magában hordozta, tehát hogy a zenekarok is saját honlapokat készítettek, közösségeket építhetnek, illetve promózhatják is saját magukat. Itt a továbbiakban majd két nagy részre fogom bontani ezeknek a szintereknek a taglalását. Egyrészt ugye a zenekari önreprezentáció, illetve a közösségi életet ezeken az online felületeken. Az első zenekari megjelenések körülbelül a 2000-es évekre tehetők, ugye ezeken az ingyenes felületeken, mint a FreeWeb vagy a zajlik.hu. Aztán a nagy áttörést itt is a MySpace jelentette, ami szerintem egészen tavaly előttig abszolút uralta a zenei színtereket, most már inkább a Facebook vette ennek is a szerepét.
És hát ugye a MySpace abszolút felülírta a hagyományos honlapoknak a létjogosultságát, ugye nagyon sok hivatalos honlap automatikusan linkelt át a MySpace-es oldalra, és ugye a MySpace által új műfaji meghatározások és címkék is születtek, tehát a korabeli MTV Band most már felfogható MySpace Bandnek is, és ez a fajta digitális identitás, illetve image kidolgozása legalább annyira fontos ugye a zenekaroknak, mint az offline életbeli hírük, illetve szerepük. Na de mennyire követik mondjuk ezt a trendet a punk zenekarok? Itt két zenekart vettem alapul, az egyik az Iszonyat zenekar, ők ugye a nevük is idézi a old school punk mozgalmat, ők még a klasszikus ős punk vonalat képviselik, a második pedig a Reflected zenekar, akik ma Magyarországon az egyik legdivatosabb pop-punk csapat, tehát ők a Green Day-féle MTV band vonalnak a tovább őrzői. És ugye azt fogom nagyjából remélem bemutatni, hogy hogyan kommunikálnak a közönségükkel, illetve mennyire használják ezeket a marketing eszközöket az online felületeken. Ugye itt a Middle Finger az Iszonyat zenekarról a kép, és az elegáns úriemberek pedig a Reflected, hogyha esetleg nem lenne egyértelmű. Az összehasonlításnak a MySpace oldalukat vettem alapul. Az Iszonyat zenekar MySpace oldalán lehet látni, hogy a nemrég történt átalakítás az teljesen tönkrevágta az oldalukat. Az énekes írt is egy posztot, miszerint hát nem idézem szó szerint, mert nem lenne ide való, de hogy ők innentől kezdve hanyagolják ezt az oldalt, és igazából nem is érdekli őket ezek után, úgyhogy mindenki keresse őket, ahol tudja. Ellenben a Reflected vette a fáradtságot és átreformálta az oldalukat, információgazdag, fönn vannak az új albumnak a letöltési linkjei, videók, háromféle biográfiát olvashatunk a Reflectedről, angol, francia és magyar nyelven. Viszont mind a két zenekarról elmondható, hogy már nem itt tartják a kapcsolatot a közönségükkel, hiszen egyetlen egy koncertdátum sincs például kiposztolva, illetve nincsenek már az üzenőfalon sem a zenekarok felül, a spameken kívül, sem pedig a zenekartól semmilyen új információ. A punk portál oldalt vettem még alapul, hiszen mind a két zenekarnak van ott fóruma, és ez ma Magyarországon a máig legjobban működő punk zenei oldal. Nem csak fórum van fönt, hanem összegyűjti a zenekarokról a legfrissebb információkat és koncertdátumokat, linkeket, és hatalmas olvasótáboruk van a mai napig. És ugye azt hihetnénk, mivel az Iszonyat zenekarnak saját oldala sincs már, hogy nem is léteznek, ellenben a punk portál fórumon egyértelműen látszik, hogy rengeteg koncertjük van, és ők ott tartják a közönséggel a kapcsolatukat. Viszont a Reflectednek a punk portálos fórum az abszolút haldoklik, az utolsó bejegyzés az 2010. decemberi, és ilyen 2009-es, 2008-as koncertdátumok szerepelnek. A zeneszöveg és a YouTube kommenteket néztem még meg mind a két zenekarnál. Itt azt vizsgáltam, hogy kirajzolódik egyfajta közösségi szellem, és mennyire tartják hitelesnek a punk stílus, ez ezt a két eltérően alműfajban tevékenykedő zenekar. Az Iszonyatról az alábbiak olvashatók: sziasztok, nagyon tisztelem ezt a zenekart, már csak a csináld magad képviselet miatt is. Szeretnék még nagyon sok koncertjükre eljutni, ugyanis még csak egy éve járok a bulikra. Ők az igazi punkok, a rendszer ellen, vagy képviselik a rendszer elleni lázadást, a gyárak elleni gyűlöletet. Ezt nem tudom igazából, hogy mire értette a posztoló.
Az iszonyatnak körülbelül 5 videója van egyébként feltöltve a YouTube-ra, és a legtöbb kommentel és a Pánkok és Skinheadek című számhoz érkezett, ez is 30, tehát nem túl aktív itt sem a közönségük. A Reflectinnek már van hivatalos videóklip is, ők egyébként angol nyelven énekelnek, és itt több mint 200 hozzászólás érkezett. Én most már teljesen biztos vagyok, hogy ebben a skatepunkos, punkrockos műfajban a Reflected a legjobb magyar banda, és a jó szöveg is, és ha nem mindenki magyarul kommentálna, még azt is hihetni az ember, hogy amerikaiak. Itt már azért a Reflected kapcsán érkeztek negatív kritikák is, annyira tucott hulladék. Amúgy én úgy találtam ide, hogy az MTV küldött egy linket, tehát hogy megjelent ugye az MTV bandra való utalás is. Egyébként a Reflected valószínűleg azért nem kapott keményebb kritikákat, mert az emo hullám annyira a punkok figyelmét inkább az imókra, mint a gyűlölet tárgyára irányította, hogy az ilyen pop-punkra már azt mondják, hogy inkább elfér, mint az imók. Úgyhogy ezekből leszűrhető, hogy az iszonyat nem a nagy közönség felé akar információkat megosztani magáról, hanem azzal a szűkebb közönséggel kommunikál, akik például a Pánkportálnak az olvasói. Tehát egy ilyen abszolút a legszűkebb szubkulturális réteggel. Egyáltalán, tehát hogyha beírjuk a Google keresőbe az iszonyatnak a nevét, akkor körülbelül a harmadik vagy a negyedik oldal az, ami magára a zenekarra vonatkozik. Az első az Iszonyat című film, tehát hogy egy nagyon nehéz őket megtalálni, míg a Reflected eléréséhez nem kell különösebb nyomozást folytatni, minden lehetőséget kihasználnak. A Reflectednek van Facebookos oldala is, az Iszonyatnak az sincs, tehát ne is keressétek őket a Facebookon. Aztán a pán közösségek az interneten. Ugye a zenekarokkal együtt a közösségek is megjelentek az interneten, blogokat írnak, fórumoznak, és privát emberként is ugye jelen vannak, és van többféle identitásuk van, tehát ezeknek a többféle identitásuk is van, tehát ezeknek a fórumozóknak. Ugye kifejthetik ezeken a oldalakon a véleményüket a punkról, álláspontjukat, és ez remek táptala is a parázsviták kialakulásához. Ugye kedvelt témaköreik, amikből rengeteg cikket lehet olvasni, mi is a punk, kik a punkok, milyen a punkok politikai beállítottsága, hogyan alakult ki a punk Magyarországon, és a punk és a skinheadek közötti ellentét, ezek a legkedveltebb témák. Ugye az internet rengeteg szakértőt avatott közülük, úgyhogy eléggé ellentétes véleményeket lehet olvasni a különböző témák során. Én itt két kérdést vizsgálnék elsősorban, a hitelesség kérdését, tehát hogy ebben az online közegben ki számít hiteles punknak, és mennyire változtak ezek a viszonyítási pontok ezen az online szintéren, az offline, tehát a való életbeni viszonyítási pontokhoz képest, illetve hogy a zenekarok megítélése hogyan változott a hitelesség mércéje szerint. A közösségeknél a Kik itt ismer címszó alatt foglaltam össze, hogy mik azok a hitelességi skálák, illetve mi az a kánon, ami alapján a közösségekben meghatározzák, hogy kinek hol a helye a hierarchiában. Ilyen az életkor, ki milyen régóta a szintértag, mennyire aktív koncertlátogató, mennyire vesz részt az offline életben, a punkok életében, ki az, aki zenekarban játszott, illetve van zenész ismerőse, ismer esetleg hírhet punkot, vagy ő maga egy hírhet ikonikus figura. És hihetnénk, hogy azért ilyen szigorú ez a rendszer, mert hogy ugye az internet által már nagyon felhígult ez a közösség, és hogy muszáj valahogy ugye rendszerbe helyeznünk, hogyha jön egy új fórumozó, akkor őt hogyan szólítsák meg. De gyakorlatilag ez már a 80-as években is ugyanezek a rendszerek szerint kategorizálták egymást. És erre olvasható itt pár példa, tehát ezek most a fórumos, az első három azok a fórumon vannak jelen, tehát hogy ugye itt a sok bulin volt, mint én, tehát ez a koncert látogatás, hogy ki mennyi koncert látogat, aztán a következő QQQ hozzászólás, az pedig a
ez már nem punk, a punk megmarad a szívemben, tehát hogy a magyar punk élt 78-88, ő valószínűleg egy ilyen ős punk, aki jelenleg 40 éves és otthonról még ez a nosztalgia áthatja. Aztán a Kizsó hozzászólása, hogy így még láttalak téged is annó, illetve Koxot is, tehát ezek az ismert neveknek a bedobása, mint viszonyítási alap, illetve a Hans-féle hozzászólás, tehát hogy ki mennyire aktív a közösségi életnek, fanzin csinál, webzin csinál, koncertet szervez, zenekart alakít, koncertekre jár, és vagy te, aki semmit nem csinálsz. És de körülbelül hasonló példákat olvashatunk a 30 évvel ezelőtti újságokból és irodalomból is. Itt az első idézet az egy könyvből van, tehát hogy először külföldi újságból olvastuk, hogy mi a punk, de hogy ezek az új gyerekek már akkor sem követték ezt a fajta ideológiát, illetve ugye itt az öltözködésre is utalnak, illetve az utolsó, a Pozsony Érdelféle idézet, pedig a Kikit ismer című történet, tehát fontos, hogy olyan emberekre hivatkozzunk, akik a szintén elismertek. A zenekari hitelességre pedig a Anti-Fitness Club zenekart választottam, talán kevesen tudják, hogy ők punk zenekarként indultak, és mivel az internet nem felejt, a Punk Portál fórumon a mai napig megvan még a topikjuk, amiben végig lehet követni a zenekar megalakulásától a posztokon keresztül a zenekarnak az életét. És hát ugye a közösség nem mindent tagadja, fogadja el, hogy ugye a zenekaruk, vagy az általuk kedvenc zenekar hirtelen a Bravo címlapján foglal helyet. Ők kezdetben sem voltak az ős punkok, tehát mindig a pop-punk vonalba csatlakoztak inkább, és akkor sem arattak már túl nagy siker, de azért igyekeztek beilleszkedni a színtérbe. Nagyon olvassak föl egy idézetet az első nagy slágerükből, a majd Kormányrendszer címet viselte. Kormányrendszer a Duma már nem kell, ha eltűnne a melós, mint Mohácsról a török, a hatalom kinek a pofájában röhög, ha eltűnik a melós, hát megbukik a rendszer, üvöltsük együtt, a Duma már nem kell. Tehát ez még azért erősen a punk attitűdre vonatkozik. Több sikeres koncertet is maguk mögött hagytak, viszont körülbelül a fórumon 3-4 ember beszélgetett egymással, egészen 2007-ig, amikor is ők a mainstream médiába eléggé felkapottak lettek, és hát egyértelmű kritikával illették a fórumozók, kivétel nélkül elítélő hangnemben beszéltek ezután az Anti-Fitness Clubról, sőt, egyenesen le is akarták tiltani ezt a fórumot a Punk Portál, amivel nem oda való. Ugye itt a kommentelőnek az idéz, az egyik kommentet itt le is írtam, ezt szerintem a legjobban összefoglalja, hogy miért is nem punk már az Anti-Fitness Club. És akkor összefoglalás, tehát hogy változott-e a punk közösségek médiával való viszony az internet előtörésével. Az első válaszom az, hogy igen, mivel az internet lehetőséget ad az önkifejezésre, és olyan kérdésekről tudnak diskurálni a közösség tagjai, ami őket érintő témák, de a médiában egyáltalán nem kapnak helyet. És nem, mivel hogy ugyanazokkal a támadásokkal és tévhitekkel kell találkozniuk lépten nyomon, mivel a média továbbra is csak a botrány szemüvegen keresztül szemléli ezt a fajta közösséget. Változott a zenekarok megítélése, és milyen eszmei ideológiai elvárásoknak kell megfelelniük az ezredforduló punk zenészeinek. Egyrészt nem változott, ugyanazoknak az elvárásoknak kell megfelelniük, ugye ez a csináld magad, rendszerellenesség, társadalomkritika, underground szellemiség és a mainstream kultúra teljes kizárása és aktív közösségi élet. Milyen hatással vannak az online felületek az offline punk közösségek életére? Mivel új diskurzus területet fedeztek fel az internet által, mindenképpen pozitív hatással van a csoportra, hiszen aktívabb és gyorsabb a kommunikáció, illetve a híreknek a megosztása is, jobb az információ áramlás, ugyanakkor fel is hígult a közösség ezáltal. Így már nem olyan könnyű a hitelesség kérdésének az eldöntése, mint a való életben. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, ez nagyon érdekes előadást, és akkor az utolsó előadót szeretném szólítani, hogy Falkos Gábor lenne, aki a Straight to YouTube Feedback Low Budget Mint Formok című előadását kéne megtartani. Én másfél évvel ezelőtt írtam egy cikket, aminek az volt a címe, hogy Low Budget, mint forma. És ez a YouTube-os videóklipeknek a formai világát elemezte. És azt gondolom, hogy az új médiumokat az egyik legjobb módja, hogy megértsük, hogy a korábbi kategóriákat értelmezzük, illetve azt vizsgáljuk, hogy korábbi kategóriák miként változtatták meg a formanyelvüket az új médium hatására, illetve ennek a fordítottja, hogy a régebbi kategóriák hogyan jelennek meg, illetve hogyan változtatják meg magát az új médiumot, és az új médium hogyan reagál ezekre a formákra. Én tulajdonképpen kettő kutatást végeztem, az egyik a videoklipeket vizsgáltam, a másik pedig a pornót, és azért az egyik műsortípust és az egyik műfajt, illetve ezt a két dolgot azért választottam, mert hogy ez a két dolog az, ami nagyon gyorsan reagál az új technikai hordozóknak az átalakulására. Mondjuk, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk a Western, mint műfaj, mennyire figyelmen kívül hagyja a YouTube-ot, és hogy mennyire nem reagál egyáltalán erre az új médiumra, viszont a pornó esetében pedig nagyon fontos ez a dolog, mert hogy maga a pornó fogyasztás gyakorlatilag tökéletesen átkerült az internetre, és tulajdonképpen meg is változtatta ezt a fogyasztást, és nem csak abból a szempontból, hogy bárki bármikor hozzáférhet-e ez a dologhoz, hanem a YouPorn, meg a RedTube és a stb. Ilyen pornográf videó megosztók segítségével pedig egy új pornófilmes forma jött létre. Én azt gondolom, hogy ez hasonlóképpen történt a videoklipeknél is, aminek az egyik ezt a legjobban példázza az, hogy létrejött maga a fanvideó, amire később vissza is fogok térni. Ugye másfél évvel ezelőtt azt írtam, hogy esztétikai szempontból nagyon közel kerül egymáshoz a maga a fanvideó és a professzionális videóklip. És ez gyakorlatilag már a üzleti szempontból is megtörtént, mivel a jelen pillanatban a kiadóknak a YouTube-ból származó bevételeinek 35%-át teszi ki a fanvideó, és innentől kezdve pedig teljesen mindegy számukra, hogy az adott számhoz készített videókat azt ők rendelték meg, vagy pedig maga a közösség hozta létre. Illetve azt gondolom, hogy azért lett ennek az előadásnak, illetve a cikknek a címe az, hogy a low budget mint forma, mert ugye a YouTube hatására a low budget, illetve az alacsony költségvetésű videóklipek azokat. Tehát az alacsony költségvetés nem egyfajta körülménynek kell tekintenünk, hanem egy alapvető esztétikai hozzáállásnak, illetve egy új formanyelvnek. És akkor némi történet, de ez csak így röviden, hogy ugye az történt 1981-ben, hogy elindult az MTV, és akkor leadták a Buggles-től a Video Killed the Radio Star című számot. Aztán 2006-ban volt egy MTV Video Music Awards, ahol a Raconteur zenekar volt a vendégelőadó, és akkor a Jim Jarmusch-sal köröltve eljátszották ennek a feldolgozást, tehát Internet Killed a Video Star címmel, és ilyen videoklippek, amiket szintén a rajongók készítettek, nagyon sok van a YouTube-on. Nyilván nem gondolom azt, hogy maga a videoklip megszűnt volna, viszont az új médium hatására jelentősen átalakult. Illetve másik alapvető álláspontom, hogy a videoklipeket már természetükből fakadóan érdemes úgy vizsgálni, hogy miképpen reagálnak a technikai fejlődésre. És például a nagy videoklipes szerzőket is
érdemes abból a szempontból megvizsgálni, hogy, egy adott mainstream technikára ők milyen válaszreakciót adnak. Például, hogy a 90-es évek kellős közepén, ahol gyakorlatilag a számítógépes animáció dívott minden videoklipben, vagy minden másodikban, akkor lépett színre Michel Gondry, aki összehozta a Barkács videóit, és baromi népszerű lett emiatt. És ugye maga ez a kis költségvetés, ez sok mindennek köszönhető, hát nyilván annak, hogy az MTV műsor struktúra megváltozott, létrejöttek a webes videó megosztók, ahol mindent be lehetett ágyazni, és mindenki bármikor megnézhette az adott videóját, illetve az, hogy a letöltések miatt pedig a zenei piac, a finanszírozási rendszer és, és az alapvető ilyen pénzkiszedés az teljesen megváltozott. És akkor gyakorlatilag létrejött maga a YouTube, mint állandó forrás a videóklipeknek. Csak hogy ez nem csak a befogadói pozíciót változtatta meg, hanem magát a formát is. És akkor azt gondoltam, hogy vetitek néhány videót, ami reprezentálhatja ezt a gondolatmenetet. Ez egy, hogyha jól tudom, ez egy 2006-os videó a Matt and Kim-től a Lessons Learned. Ez szerintem több szempontból is érdekes. Egyrészt azért, mert gerilla módszerrel készítették feltehetően, vagy legalábbis a videoklip formailag ezt elítja magáról. Illetve előzőleg szó volt arról, hogy a YouTube az valamennyire az amatőr dolgoknak a színtere. Én ezt annyiban változtattam meg, hogy a YouTube inkább az amatőrizmusnak a színtere. Mert hogy hogy maga a YouTube-ot elfogadjuk annak, hogy tulajdonképpen hiteles információt kapunk, mert hogy ez egy olyan fajta új médium, ahol maga a közösség tud feltölteni tartalmat. És emiatt azt gondoljuk, hogy amiket feltöltenek, azokat valóban egy konkrét személy töltötte fel, és ez tulajdonképpen szerintem egy illúzió. És ezért gondolom azt, hogy az amatőrizmus, mint népszerű forma az, ami dominál ezen a megosztón, és nem maga az amatőr videók. Most sajnos nincsen hangja, képviselés sötét. Itt az történik, hogy van ez a két ember, aki a mentes a Kim, ők kiszállnak New Yorkban ebből a furgonból, de ezt látjuk. Egy kicsit belepörgetek, mert legalább 4 perc. Ők lassított felvételben elindulnak az utcán, és szépen lassan ledobják magukra az összes ruhát. Egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy például ez a videó, meg ezeknek a társait meg lehet találni, mert nagyon sok van belőlük. Nagyon fontos, hogy alapvetően nem használják már az MTV által kikristályosodott videóklip esztétikát, nem nagyon szűrőznek, nincsen halomra vágva, például ez a videó is egybeállításban készült. Nincsen benne animáció, nem szűrőznek, de hát ezt mindenki láthatja, hogy ez tulajdonképpen nem úgy néz ki. Ez kb. Úgy néz ki, mint egy amatőr videó, mert lényegében az is akar lenni. És megtörtént, hogy gyakorlatilag eljutottunk el. Ki lehetne húzni a videót, vagy ki? Persze. Nem. Nem, mert nincsen internet. Akkor ezt most sajnos nem is fogjuk tudni már megnézni. De akkor elmesélem, hogy mi történik. Az történik a későbbiekben, hogy ők eljutnak egészen addig a pontig, hogy ott állnak és nézelődnek, amit láttunk is, és egyszer csak megjelenik két rendőr, és elkezdik rángatni őket, és az egész videóklip alatt lehet látni, hogy a maga a közönség ez tulajdonképpen nincsen beépítve. Szóval nem díszletek között játszódik ez a videóklip, hanem ők egyszerűen kimentek, és akár ilyen performatív jelleggel előadták ezt a mesztelenkedést. Mert hogy az összes közönségi megkökenve egyrészt a kamerában néz az operatőrre, és egyébként meg azt, hogy ők mesztelenek, és így elhúzódnak tőlük. Akkor megjelenik a két rendőr, ott így megszabadulnak tőlük, és az utolsó képkocka az, hogy a lány ez kisétál az út közepére, és az út közepén pedig jön egy bazinagy busz, és elüti. És én azt gondolom, hogy ez a videóklip ez több szempontból is reflektál arra, hogy mi történik itt a YouTube-ban a videóklipekkel. Egyrészt magával az esztétikával, hogy használja a dokumentarizmust, az amatőrizmust, teljesen minimál, ez
azt én azt szoktam mondani, hogy ez ilyen addiktív minimalizmus, ami egyrészt fakad a mesztelenségből, vagy ez így nagyon könnyen bevonja a nézőt, másrészt meg aztán tényleg nem sok minden történik ebben a videóklipben. És hogyha tovább gondoljuk, akkor valójában ez a videóklip ez nem is a mesztelenségről szól, hanem magáról a gerilla filmezésről, mivel hogy a közönség az így reagál, így gyakorlatilag magát a filmezést tematizálja. Továbbá, hogy ők nem véletlenül vannak ezen a helyen, és nem véletlenül vetkőznek mesztelenre, ez olyan, mintha azt mondanák, hogy a... Hát így gyakorlatilag fityiszt mutatnak a korporit médiának. Nem mintha egyébként a Facebook meg a YouTube-nál az lenne. Mutatnék egy másik videót. Az OK Go-t, ezt biztosan ismeritek. Nekik nagyon sok egybeállításos videójuk van. Ők azzal lettek híresek, hogy megcsinálták ezt a Futóba Tánc nevű számot és videóklipet, ami szintén egybeállításban készült, és négy zenekar tagjai, azok csak így föl-alá futkosnak, és egy ilyen variáción és ismétlésen alapuló koreográfiát táncolnak el ezeken a futópadokon, de ez konkrétan nem az a videó. Viszont ők iszonyú nagy nézettségre tettek szert, annak ellenére, hogy minden szempontból távol tartották magukat az ilyen popos, csillogó világtól. És ráadásul az ő munkáik is szinte mindig egybeállításban készülnek, és ami nagyon fontos, hogy egyelőre a YouTube hitelességére ők is rájátszanak, ezt mindjárt megmutatom. Ez egy Rube Goldberg masina, ami így ilyen furcsa, vagy egy hétköznapi tárgyak ilyen furcsa dolgot végeznek. Videóklipnek a legvége, ami nagyon fontos, legalábbis ebből a szempontból, amiről most beszélek, az, hogy ez a valódiság vagy hitelesség azzal teremti meg, hogy itt a végén megmutatja a közönséget. Ezzel azt az érzetet teremti, hogy itt valóban ez megtörtént, és ők ezt nagyon sokszor megcsinálták, és ezt mindenki végrehajtatja. Ott van, akinek van egy kis ideje. Persze nyilván nem. És ami még nagyon fontos, az elején említettem, hogy maga a YouTube a felhasználók által generálható tartalom miatt megteremtette az úgynevezett fanvideókat, ami azt arra a következtetésre enged jutni, hogy az fog történni, hogy maga a videóval felelő kommunikációval egyfajta jövő. És az az érdekes, hogy ez tulajdonképpen nagyon, nagyon jól tud működni, amit említettem, hogy a kiadók azok meglehetősen sok pénzt tudnak ebből kiszedni, már amennyire sok pénzt jelent az, hogy a YouTube mennyit juttat neki. Itt van ez a Chris Brown nevezetű srác, ő arról híres továbbá, hogy ő kalapálta el a Rihannát. Itt van ez a Forever című száma, ami nem is tudom, hogy pontosan mikor jött ki, de nem olyan régen, hagyományos ilyen R&B hip-hop videóklip, erős stilizáció, szűrőzés, számítógép és animáció használata. Ja, ez történik benne, itt érdemes megnézni, hogy ezt a videóklipet 68.860.854 ember nézte meg. És itt van egy másik videó, ami egy fontos kérdés számomra, hogy ezeket mennyivel lehet videóklipnek értelmezni a hagyományos értelemben, de feltétlenül igen. Itt az lenne, hogy itt ugyanaz a szám szól alatta, és ez feltétlenül egy home videó, de nyilván ennek nem lehet utána nézni. Itt az történik, hogy egy esküvő van, itt valaki a kézi kamerájával, vagy a telefonnal, vagy teljesen mindegy, hogy mivel, elkezdi fölvenni, hogy itt a barátaik azok bejönnek és táncolnak. Ugyanarra a zenére, ugyanaz a, annyit, hogy más a videóklip, gyakorlatilag
költségvetés az feltehetően eltér egymástól. Szóval ezt mindössze 65.324.299-en néztek meg. És akkor az állításom az az, hogy a többek között, hogy ebben a médiumban a tökéletes amatőrizmus és a... Leállítom, mert nem figyeltek rá. Hogy a tökéletes amatőrizmus és a teljesen... Kattítsunk rád is. Tese? Kattítsunk rád is. Hát majd, hogyha felvették, akkor utána... Na, szóval hogy maga az amatőrizmus ez rendkívül jól működik ebben a médiumban, és ez leginkább én azt gondolom, hogy azért, mert egyelőre azt feltételezzük, hogy ez a jelen pillanatban minden médium közül ez a leghitelesebb. Ami kérdés, hogy ez így van-e. Illetve hát felvetődik még az a kérdés, amire nekem nincsen válaszom, hogy onnantól kezdve, hogy tulajdonképpen magának a kiadónak is megéri, magának a feltöltőnek is megéri, és gyakorlatilag rendelkezik azzal a technikai háttérrel, hogy végre is hajthatja, akkor egy dalhoz számtalan videóklip készülhet, és mivel hogy ez a fogalom már annyira nem érvényes, hogy fenn videó vagy official, mint anyagi szempontból, onnantól kezdve rendkívül sok képanyagot társítanak a magához, a zenéhez. És ez korábban nem feltétlenül volt így. Én nem tudom, hogy ennek mi lesz a hatása, de ez van. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor Kózsófi szeretném megkérdezni, és akkor belátottam a kérdését az előadásokkal kapcsolatban. Mint hogyha a kiadó ad neki, nem tudom, hogy ők milyen szerződést kötöttek, de a jogtulajdonos az kap pénzt. Értem, tehát hogyha nincs letiltva valahol a hangsáv, ahogy ez egy csomó videónál van, akkor az azt jelenti, hogy a YouTube az fizet olyankora. Így van. És ezt ma nemrég olvastam, hogy ez tényleg 35-40% van a bevételből. Én kérdeznék egyetlen, Gármata. Ez a do-it-yourself dolog és a gerilla filmezés, ez mennyiben tekinthető amatőrizmusnak? Tehát látszik, hogy ebben sok energiát ölnek. Mert hogyha egy ilyen wedding videót látunk, az amatőrizmus. De amikor már profi operatőr van, kipockázzák, lassításokat használnak, ott még mindig beszéltünk erről, hogy az okay-go klipek esetén pont ugyanez a kategória, ahol látszik, hogy rengeteg energia van. De csak azért, mert független mondjuk egy kiadótól, vagy egy ipari szegmenstől, ez jelenti azt, hogy ez amatőr? Hát én ebben nem gondolom azt, hogy magáról bárkire lehet mondani azt, hogy amatőr. Mert tulajdonképpen, hogyha veszel egy Canon 5D kamerát, akkor gyakorlatilag bármelyik tévéműsort el tudod készíteni, ami Magyarországon meg, vagy külföldön is. Azt gondolom, hogy ezeknek a képeknek a formanyelve sokkal közelebb áll magához, ami azt mondjuk, hogy amatőr videó, mint a 90-es években készült MTV-s videóklipekhez. Hogyha én azt mondom, hogy megnézem ezt az OkGo klipet, akkor ez közelebb van ahhoz, hogy mivel ott semmi más nem történik, csak leteszik a kamerát és bohózkodnak. És ez tulajdonképpen közelebb van ahhoz, amikor a srácot Nunchakova szórakozik, aztán fejre esik. Mert közelebb van ehhez, mint mondjuk amit a Mike Romanek forgatott, a Michael Jacksonnak vagy a Janet Jacksonnak a screen-nek. De ennek ennyire ez az esztétika viszont megjelenik a
MTV videóklipekben is, és akkor ezt mivel megnézheted? Ezt hogy érted? Tehát, hogy ugyanúgy láthatunk olyan videóklipeket, amiket nem feltétlenül YouTube-ra kerülnek, vagy filmeket, vagy valamit. Ezzel egyetértek, de azt gondolom, hogy ez nagyjából egybeesik a YouTube-nak a kialakulásával. És leginkább a YouTube-on népszerű videóklipeket veszi át az MTV. És azt nem érzed, hogy esetleg ezt mégis kisebb distinciót kéne felállítani? Tehát, hogy ez amatőr, oké, mert hogy esztétikájában esetleg amatőr, de ennek ennyire nem amatőr. Ugye, tökéletesen egyetértek. Nem, én azt mondtam, hogy nem amatőr, én az amatőrizmusról beszéltem, mint egy formai megoldás. Bocsánat, csak akkor ezt tovább szőve egy picit, hogy és milyen viszonya ennek ahhoz a fajta, említetted a Gondrit is, meg például a Blair Witch Project is talán egy kicsit hamarabb volt, mint a YouTube, tehát hogy a kézi kameráknak a viszonylag elterjedt használata, az, vagy a Praise You, ami ugye abszolút olyan, mint hogyha egy ilyen házi karácsonyi ünnepségen, vagy nem tudom. Tehát hogy ennek az amatőrizmus, mint esztétikai megoldás videoklipekben, vagy akár filmben, mint hogyha egy picit a YouTube-ot azért megelőző módon már jelen lett volna. Ezzel is tökéletesen egyetértek, mert ez inkább köthető magához a kisebb technikához, amit mindenki elérhet. Viszont a YouTube bizonyult a megfelelő platformnak ezekre a dolgok, és ezt futtatta igazán fel. Mert hogy azt mondtam, hogy itt történik meg az a hitelesség, amit mind befogadó, azt gondoljuk, hát amit mondtam, hogy azt gondoljuk, hogy ami a YouTube-on van, az valóban amatőr. Mert hogy ezt mondták nekünk a levelején. Nyilván a Blair Witch Projectnél is megvolt ez a dolog, csak ott is a maga a közbeszéd volt az, ami igazán azt mondta, hogy ez egy amatőr dolog. Igen, meg a promóció is, nem? A promóció is, persze. Igen, csak hát ott is az volt, hogy hiába van ráírva a kazettára, vagy ha nem az lett volna a közbeszéd, hogy basszus, ez tényleg ott van. De egyébként, amit említettél, a Spike Jonze videó, az is, én azt gondolom, hogy azért lehet nagy klipes szerző a Spike Jonze meg a Michel Gondry, mert hogy ezt a fajta esztétikát ők egyrészt megelőlegezték, másrészt meg megelőzték ezt a dolgot. És nyilvánvalóan hatással voltak erre az egészre. Csak hát most nagyon sokan csinálják, és amikor ők csinálták, akkor gyakorlatilag csak ők csinálták. Egy hangos kérdésem lenne, hogy hozzájuk közelebb lehet-e menni úgy, hogy belülről látni őket, szóval nem csak a reflexiókat nézni, vagy a külső megfeleltetést, vagy a megfelelés formákat, hanem meg azt adott esetben annak a utasítását, hanem átlátni, hogy ez nekik hol jó, hol nem jó, mikor jó, kinek jó, miért. Hogy elépítenek mikroimást, vagy intimimást abból, ami ez aztán szakdolgozatok, vagy doktori érdeklődések tárgyalnak. Nekem volt terepmunkám, még kulturális antropológia szemináriumon belül bánk közösségről. Abszolút tehát, hogy főleg, hogyha nem ilyen direkt a megkeresés, mert hogyha direkt a megkeresés, tehát hogyha a szemináriumi dolgozathoz szeretnék interjút készíteni, akkor alapból van egy ellenállás, mert kicsit már ők is unják azt, hogy ez a mutogatni való, mint az állatkert, tehát hogy nem. Viszont hogyha mondjuk egy ilyen klubkoncerten és ilyen abszolút barátkozós módon közelít feléjük az ember, mint bárki máshoz egyébként is, akkor nagyon nyitottak, meg szívesen is beszélnek egyébként a pánkságról, tehát nekik azért elég nagy a közlés kényszerük erről, tehát viszont mondjuk a pánkportál fórum, amire ugye hivatkoztam sokat, az zárt rendszer, tehát oda most már nem is lehet regisztrálni fórumozóként, hanem 3 éve körülbelül már csak akkor tud az ember regisztrálni, hogyha valaki beajánlja. Tehát egy e-mailt kell írni a honlap szerkesztőinek, hogy engem az XY fórumozó ajánl, mert én olyan aktív szintérbeli tag vagyok, hogy én biztos aktívan hozzá tudok majd szólni a pánkportál életéhez. Nekem is egy nagyon szerves kérdésünket megállapítás, ami az én kutatásom valamennyire
borzasztóan meglepődtem, azért nem néztem meg sosem utána, hogy például az Arctic Fitness Group eredetileg egy punk formációnak indult. Nagyon sok ilyen olyan új közösség a magyarok közül, egy ilyen politikus dologként kezelte ezt abban az időt. Erre volt egyébként vissza reakció, tehát hogy ők ezt... Mert én például láttam őtlen interjút, ott elvállaltam magukat, minden magukat jelentették meg, és nem sem fogom volt probléma, mert nem is volt elég, csak utalás sem, hogy ők teljesen más célából érkeztek. Az elején még volt, tehát ők visszalátogattak például a pánkportálos fórumra is, főleg a dobosuk nagyon próbálta magyarázni a bizonyítványát, hogy jaj, hát ők nem, meg hogy ők csak úgy érzik, hogy ez, hogy ők, őket sokkal inkább kifejezi ez a zenem, meg a szemfestés, meg a nem tudom mi, tehát olyan agresszív válaszreakciókat kaptak, hogy szerintem az, tehát még jött tőlük körülbelül ilyen 3-4 reflektálás a hozzászólásokra, és utána felhagytak ezzel, és így azóta nem is. Tehát mivel rájöttek, hogy az ottani közönséget valószínűleg nem tudják átültetni az új rajongói táborba, ezért nem is erőlködtek rajta. De én utána néztem egyébként az Anti-Fitness Clubnak is biográfiáiban, nem is említik meg, hogy ők milyen szubkultúrából indultak egyébként. Nincsen utalás. Tehát talán az a Pánkportál fórum az egyetlen ilyen mementó. Viszont akkor ebből a szempontból ők egy ilyen nagyon szép leletei a dolognak, mert hogy ugye az emo maga az ugye egy post-punk dolog, tehát akkor ők bejárták ezt a egy együttesnek a pályáján belül, rövid időn belül a punktól az emoig. Igen. Hát tehát ők abszolút ilyen klasszikus punk együttesként indultak, tehát vörös lyukban léptek föl 5 ember előtt, meg olyan zenekarokkal léptek föl, akik a színtéren belül elismert, és akkor még nem volt ciki velük föllépni, ma nyilván, hogyha akarnának, sem vállalná be mondjuk egy ilyen színtérbeli tag a velük való közösségvállalást. Hát ha csak nem. Az egésznek lehet a nagyon praktikus oldalára fogjuk be a szövegváztat, nyilvánvalóan van egy ilyen marketing rész, és tehát rájöttek, hogy alkohol is lehet szerintem. Így van, persze. Itt nem is azzal volt, tehát főleg ezt a nagyon agresszív vitát az indította el, tehát ők, hogyha mondjuk tényleg ezt az egy fórumot tudom példaként felhozni leginkább, mert a YouTube-os hozzászólások azok már, tehát ott már többségben a jaj, de cukik vagytok fiúk van, hogyha ők nem kezdik el védeni magukat olyan szinten, hogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt egy kőkemény produceri munka el mögöttük, tehát ők, hogyha ezt felvállalták volna, hogy már pedig mi most igenis unjuk ezt az underground létet, és mi örülünk, hogy tovább léphettünk a mainstreambe, és minket nem zavar a Stáb című műsor a Viván, meg a Bravo címlap, akkor valószínű, tehát le is zárult volna egyáltalán ez a diskurzus, tehát hogy akkor nem hergelte volna mondjuk tovább azt a közösséget, hogy így teljesen ellentétbe áll azzal, amiket ők egykor képviseltek, tehát valószínűleg akkor ezt rövidebbre tudták volna zárni, csak hát ők még eleinte mentegették magukat, hogy jaj, mi nem vagyunk emók, tehát amiről ugye volt is szó, hogy ugye nagyon sok emó így nem definiálja magát annak. Nekem igazából kell mindkettőtökhöz kérdéshez, mert ugye Zsófi mondta, hogy az Anti-Fitness Clubnak a biográfiájában egy szó nincsen arról, hogy ők a punk szénán érkeztek volna, és a szó, hogy mondjuk a punkok nincsenek túl jó véleménye az emókról. De hogy ez visszafelé, hogy van, hogy vajon azért nem szerepel ez a biográfiában, mert az valamiféle ellenérzést vált ki a mostani közönségből, igen, az emókból, hogy mert ugye elvileg egy post-punk a stílus az emó gyakorlatilag, én nem gondolom, hogy így annyira, mondjuk egyáltalán az emók tisztában lennének ezzel. Biztos, hogy van. Tehát szerintem az a 13-14 éves rajongói közeg, akik levők az egész, én nem hiszem, hogy utána néztek volna, de ahogy te is említetted, nagyon izolált helyen van ennek még egyáltalán nyoma, és nem hiszem, hogy erre bárki rákeresni és ezt keresgetni. Így amúgy a neten. A másik kérdésedre a válasz az, hogy
Ja, igen. Hát most én annyira nem leszünk, hogy konkrétan hogyan reagálnak. Én egy interjút láttam egy srác, aki erről beszélt, és igazából pont nagyon egy ikonikus figura volt ebből a megközelítésből. Ő azt mondta, hogy ő a pánkokat is szereti. Tehát, hogy... Ez a Jósi barátos videó? Igen, tényleg. Hogy ők tényleg senkit nem akarnak ártani, meg senkit nem akarnak bántani. Szerintem a pánkok is aranyosak. Jó, azt mondjuk, hogy pánkok is szeretem, de szóval... Nem, mert leginkább tehát az Anti-Fitness Club azért nem olyan szintű punk volt, mint mondjuk az Iszonyat zenekar. Tehát inkább a reflected irányvonal volt, ami azért tehát úgy nem tekinthető punknak, hogy szerintem az emo meg között a pop punk között azért zeneileg nagyon nagy a közös metszet. Tehát ott azért nincs ilyen egymásra fújolás, főleg, hogy mondjuk a külsőségekben is. Először ugye az emo az abszolút a skate punk kultúrából emeltett divat irányzatokat is, akár a Vans cipők, tehát nagyon sok mindent átemelt azért ebből a skate punk, tehát ebből az MTV kultúrából. Tehát ez abszolút közös gyökerük, viszont azért jó mélyre kéne esni, mondjuk az emo és a Sex Pistols közötti közös gyökereket azért fel tudjuk vezetni. Mondjuk az öncsonkítás az pont ilyen. Tehát ez, akkor már meg is találtam az egyiket. Ide kapcsolódóan fontos kérdés, lenne egy kérdés. Van ez miképpen szképek? Tehát külsőségében van a képet, amit mutatál, abszolút nem tűnik annak. Indi, most engem abszolút meglepett egyébként. Most az a legfrissebb kép, ami a Facebookon fönn van. Ők 2004-es banda ők is, tehát ők még pont az a klasszikus pop-punkos, tehát a Blink 182, Sum 41 gyökerekből elinduló pop-punkot képviselték. Most már azért ez a stílus is, tehát hogyha a mai pop-punk csapatokat megnézzük, főleg ugye Kaliforniában, Amerikában, egyre inkább az indie felé tolódnak el, tehát mondjuk külsőségekben azért látszódik rajtuk is ez, de ha még meg lenne a honlapjuk, de már nincs, mert a Facebook üzenő falra irányít át egyébként a honlapjuk, tehát nekik a Billabong ruhamárka az egyik fő szponzoruk, illetve a Famous Stars, tehát hogy ők abszolút ebbe a skate punk közegben vannak egyébként. Csak ez nem lehet szó. Igen. De mondjuk, hogy a koncertre elmész valaha, akkor inkább ilyen közönség lesz. Én a történeti ívhez tennék két megjegyzést, illetve azt, hogy az előadásod is, amit az itt kialakult diskurzus, és abban a szempontból figyeltem, hogy a kulturális, lokális helyszínek különbségeit, ezt mennyire lehet beépíteni ebbe a bővölésbe. Két dolog. Az egyik az az, hogy amennyire én nekem vannak ilyen nyugat-európai emlékeim, ott a pánkok, azok meg vannak öregedve. Tehát Berlinben ilyen velem korú, meg nálam idősebb pánkok ülnek a ABC előtt, és isznak a rossz sört, és mindegynek van egy csúnya fekete kutyája. Angliában, amennyire így vannak régi emlékeim, mert régen voltam ott, arra emlékszem, hogy egy 10 éves fejjel, nálam sokkal idősebb pánkok ültek a parkba, munkaidőben, nagy taréja, nagy Martens bakkanyban, 30-asok, meg 40-esek is voltak között. Tehát ez a punk és az emo közötti feszültséget én azért hallgatom egy kicsit ilyen lokális, vagy ilyen, inkább nem is lokális, vagy ilyen regionális rátosságként, mert hogy ezek, mint az emo, az kimondottan egy ilyen nemzedéki, vagy életkor, generációs életérzéshez kötődik, a pánkok azok pedig egy teljesen más szisztém, tehát hogy így... Generációs különbség. Ez Magyarországon is megvan egyébként, tehát hogy a ma aktív szintértagok, azok inkább 25 év felettiek. Tehát hogy akik most ilyen mondjuk kezdőzenekari státuszban vannak, pánkok, ők már se külsőségekben nem annyira követik mondjuk ezt a nagyon autentikus punk vonulatot, sem pedig zeneileg. Tehát most, ami szerintem az
Imónak mondjuk ilyen ellenfele, és most ami az ilyen új fiatalok körében ilyen underground, erősebb műfaj, az a hardcore. Tehát a mostani ilyen 17-től 25 éves korosztály szerintem most abszolút a hardcore szintén ez, amivel jobban párhuzamba lehet állítani. Tehát ezek az öreg pánkok, ezek mindenkire köpködnek. Tehát, hogy itt nincs úgy műfaji korlát neki. Éppen ezt akartam a másik példámat, hogy ugye a két fölvezetésekben láttuk a Sex Pistols, utána pedig az amerikai Green Day-t. Egyébként az európai punknak ugye volt egy amerikai hatástörténete, 80-as évektől kezdve, amelyet Tófan Tamás jeles kutatója, a hardcore punk. Tehát ott van egy olyan típusú előzmény, hogy a hardcore az tulajdonképpen egy ilyen amerikanizált és átértelmezett punk, vagy a hardcore. Tehát ezt a történeti évet ezt ebből a szempontból is érdemes megnézni, hogy akkor onnan milyen gyökereketől támaszkodik a nem tudom, amerikai eredetű imó, ahol egyébként lehetséges, de ezt egy ilyen túlzottan általános lesz ahhoz, hogy igaz legyen, amit most mondok. Lehetséges, hogy például a post-punk irányzatokra azért van szükség, hogy az ifjú generációk, azok ne pusztán megismételjék az előző generációknak a kódrendszerét, hanem az van, hogy hozzátegyenek. Tehát például a screamo vagy az emo, az lehetséges, hogy ezért ennek a generációs logikáját így is föl lehet fel. Hát, vagy zene, mondjuk zene történetileg ugye a 90-es évek végét, 2000-es évek eleje az még nagyon nu metal központú volt, ami egy abszolút ilyen maszkulin, nagyon férfias műfaj volt. Undergroundban, meg ugye a hardcore akkor kezdett el nagyon erősen betörni, és erre egy ilyen válaszreakcióként is föl lehet fogni az imó kultúrát, ami meg ilyen szenzibilis, inkább ilyen nőies vonásokat tehet, hogy és most ugye megint az imóra válaszreakcióként ez a metalcore stílus, ami ugye kezd felerősödni pont a MySpace, YouTube hatásokra. Tehát, hogy hát az is leáldozóban, hát ugye az imók leborotválták a fejüket, baseball sapkát húztak és metalkórosok lettek. Vagy kinőttek belőle. Nem csak egy megjegyzés, mert ez nagyon jó volt, amit mondtál a hardpunkra, mert tulajdonképpen Amerikában sokkal rétegzettebb volt a punknak a kialakulása a 73-74 környékén. Három fő vonalat volt, tehát volt ez a hagyományos, amit mondjuk Amerikában a Ramones képviselt, a hardpunk, amiből lett a hardcore, például a Dick Dykers nevű együttes, abban az időben már ezt a zenét játszotta, és volt a számomra a legértékesebb irányzat, az artpunk, aminek a Patti Smith, Television, Talking Heads, ami aztán Angliában nem is kapott szerepet, hanem inkább ez a középutas punkból alakult ki. Tehát ezeknek a hatásai érdekesek azért, főleg az emo szempontjából, hogy Amerikában az emo-ra mi tudott hatni ebből, nyilván ez a középutas punknak a további lésevétve, a hardcore, ami tulajdonképpen már a 80-as években nagyon jelentős. Henry Rollins, például. Hát akit mondjuk bővebben érdekel a téma, hogy a Harry Rollinsnak megjelente a Punk Rockon című könyve, a amerikai punknak a fejlődéséről pedig a punk cenzúrázatlan története, mind a kettő elég vaskos és eléggé mélyre hatoló sztorik vannak benne, úgyhogy mind a kettőt ajánlom egyébként, mert nagyon autentikus. Szóval nagyon nagy különbség van, hogyha Amerikát nézzük, Angliát és Magyarországon nyomokban van, illetve hát a 80-as években az amerikai art punk hatására jött létre egy ellenkultúra. Tehát az is egy része volt, hogy a 80-as éveknek az a zenekari kultúrája létrejött az ismert együttesekben. Sőt, hát hogyha zeneileg nem is hatott esetleg az art punk, ahhoz nem értek, de a stiláris jegyekben pont a Televisionnek a frontemberi tövör nyújt bizonyos ilyen stílus megoldásokat a Malcolm McLaren, amiket ugye aztán a Vivian Westwood beledolgozott azokba a felépült házba, amikben a Johnny Ott emléket belerakták. Ez a stílus, hogy amit mondom, az egy ilyen külsődleges, ez szinte valamennyi zenekar megjelenítő volt. És akkor hát jól tudott volna még egy kérdés, vagy nem tudom. Igen, egy kicsit témát feltenék, kicsit szabad, és a Gábortól kérdeznék, hogy vannak a megfigyeléseit, hogy most érezhetően van egy olyan másik próbacsik van, ahhoz visszacsatolva, hogy Straight to YouTube a címmel előadásnak, hogy
Lubacsiknak az a másik fajta jellege, hogy megvan a megfelelő technika, és nem ez a home videó jellege van, hanem inkább ez a full HD nagyon profinak kinéző, és mégis nagyon Lubacsik videókat gyártanak, és ez egy nagyon erősödő közösség. Tehát, hogy a Vimeo konkrétan ilyen közösség jellege van, meg az emberek kapcsolatban vannak egymással. Ennyit értek. De hogy vannak e felé már? Hát a Vimeo az alap... Hát ez kevésbé nagy közönségi, mint a YouTube-áról, mennyire lehet ezt így értelmezni, hogy ez kevésbé kisebb. De ott inkább az úgymond ilyen minőség és artisztikus dolgokat próbálják oda felrakni. Mert hogy például már nagyon nagy dilemma, hogy hova érdemes feltölteni a videoklipet. Tehát, hogyha YouTube-ra töltjük, akkor baromi sokan mondjuk megnézik, meg az mindenki számára egy nagyon nyitott, könnyen elérhető dolog. Viszont, hogyha minőségi anyagot csinálok, akkor meg inkább töltenék fel a Vimeo-ra, és kommunikálnánk a Vimeo-n keresztül. Hát azt hiszem, hogy valami olyasmi hír járja, hogy aki a Vimeo-ra tölt fel, az leprolizza azt, aki a YouTube-ra tölt fel. De hogy akkor melyik a jó? Tehát az a jó, hogyha kevesen nézik, de azok, akiknek van igénye... Hát mit szeretnél feltölteni? Hát videóklippet valamikor. Nem is, de biztosan van ilyen szabályozás, hogy így hova mennyit, meg miket lehet feltölteni. Ezt én nem tudom. Ez a YouTube nyilván sokkal nézettebb, mint a Vimeo. Csak elvileg lehet, hogy a Vimeo-nak van szakmai közönsége. De én alapvetően a YouTube-ról, amikor azt mondom, hogy YouTube, bocsánat, hogy általában az ilyen beágyazható videó megosztókra gondolok. De ma már szerintem nem ilyen vagy választás, tehát nagyon sokan tárhelyeket használják, és amit mondasz, hogy beágyazzák, és innentől kezdve teljesen mindegy, hogy szinte mindegy, hogy hol található ez a videó. Tehát egyébként abból a szempontból nem mindegy, hogyha elkezdesz a Vimeo-n nézni, akkor a kapcsolt áru az micsoda. Hasonló, de ha beágyazom mondjuk a saját blogomba, vagy a Facebookon pakolom ki, akkor... Akkor édes mindegy az egész. Az a lényeg, hogy beágyazható legyen. Ja. Ugye ez a minőségi kérdés egyébként már hogy mint különbség megszűnt, tehát mint időkeretben, mint ugye a HD vagy a videó minőség. Korábban ugye a választás jó magam példája, és azért ment a Vimeo felé, mert ott nem volt ilyen. Hmm. Illetve az 500 megabyte-on kívül nem volt ilyen. Hát régen még heti 500 megabyte volt, ugye? Igen. Köszönöm szépen, sajnos lejárt az időm. És mi az elmondom, annyi lenne vissza, hogy egy zár szót kellene Oskának, illetve nekem összeállnunk így az esemény végén. Viszont múltok addig, hogy... Nem lesz olyan ilyen... rögtözni is kellege. Először is mindenkinek nagyon szeretném megköszönni azt, hogy eljöttetek. Én nagyon sok minden miatt örülök annak, hogy ez az esemény létrejött. Ennek az egyik oka az, hogy nekem ez volt az első konferencia szerzésem, és egyrészt örülök, hogy vége van, mert olyan szempontból, hogy túljutottunk rajta kisebb, nagyobb bukkanoktól eltekintve. Aztán nagyon örültem annak, hogy nagy volt az érdeklődés, és tényleg látjuk azt, hogy nagyon sokan eljöttetek, és ez nekünk is egyfajta visszaigazolás abban a tekintetben, hogy az, amivel foglalkozunk, az sok mindenkit érdekel, illetve hogy mások is foglalkoznak ezzel a történettel. Illetve úgy gondolom, hogy azért volt ez még egy nagyon jó alkalom arra, hogy így találkozunk, és amilyen szintén nagyon örülök, hogy ez megtörtént, hogy láttatok az előadásoknak a tematikáját is, úgy állítottuk össze, ami először egy ilyen nagyon merész vállalkozásnak tűnt, hogy próbáltunk sok szakterületet bevonni, tehát más disziplinákat is, amelyekkel esetleg mi adott esetben nem vagyunk annyira így a hétköznapokban beszélő viszonyban, de mindenképpen építő jellegűnek tartottuk, hogy ezek az előadások is itt elhangozzanak. Úgyhogy, de személy szerintem még egyszer köszönöm mindenkinek azt, hogy megjelentetek, eljöttetek, hogy ezeket az előadásokat megtartottátok, és hogy a tegnapi nap folyamán Zsolt erre megutalt,
várjuk a kéziratokat, a bibliográfiai, meg formai dolgokról már mindenki kap körlevelet és jó munkát, akkor majd az előadások értekezés formájában történő